Ez a film egy megtörtént baleseten alapul. Bizonyos szereplőkkel és jelenetekkel az alkotók tették teljesebbé a történetet. 1988. május 4-én Los Angeles történetének legpusztítóbb tüzét oltották el a város legmagasabb épületében. Tűz. A 37. emelet fogjai. Magyar hangok. Balog Erika, Rékasi Károly, Láng József, Malcsiner Péter, Harsányi Gábor, Berzsenyi Zoltán, László Zsolt, Szabó Sipos Barnabás, Móni Ottó, Újlaki Károly, Orosz István, Konrád Antal, Udvarias Anna, Koroknai Géza, Hollósi Frigyes, Málnai Zsuzsa, Rosta Sándor, Volmut István, Kisfalusi Bálint, Kassai Károly, Németh Gábor. Jó reggelt, Bob! Buenos dias, fuego rajongók! Jó reggelt mindenkinek, George Harim kapitány beszél. Légiőrjárat 79-es helikopter. A tűzoltók és a mentősök épp most hagyják el egy korábbi baleset helyszínét. A kikötőhöz vezető út déli részén a négyszintes felüljáró után. A tűzoltó és mentőkocsik indulásra készek, de még látok útfelügyeleti kocsikat. Megpróbálnak helyet csinálni a forgalomnak, mert egyre nagyobb a sor mindkét irányban, amitől a belvárosban ez a remény is szörnyű lesz. Ami a menetidőt illeti, ha a San Franciscói völgy felől jöttök, a Ventura sugárút keleti részén baleset történt. Balboa és Havenhurst között, a jobb sávban. Nincs sérült, de a kocsisor már is elér egészen. Baleset történt a 405-ös sugárút déli részén, Maholand után. Fényképezte Ernest Day. Írta Jeffrey Bloom. Hello. Hello. Rendezte Robert Hello. Day. Látom, megreggeliztetek, fiúk. Meg. Csák. Hey, Perez. Hello, én megyek. Mi volt az éjjel? 17 riasztás. Komolyan? És hányat sikerült eloltad? Hát ezekről sem fogok mesélni az unokáimnak. Jobb, ha megnézed az olajszintet. Oké. Tisztítani való? A láncfűrészt használtuk. Hé, hey, Billy gyerek! Láttad este a meccset? Vicces! Az évad legjobb meccse volt. Végre megmutatták, hogy mit tud. Az már igaz. Te is végignézted? Na persze, gondolatod. A második menetet, meg a 9. végét. Erre futotta. Jó reggel, Danny. Szia, Bill. Új fiú a láthatáron? Igen, a múlt héten jött. Az első bevetésre vár. Hé, Danny, ma van a szerencsenapod, megérzem az ilyet. Állok elébe. Még ne indítsa a liftet, kérem. Köszönöm. Én is a 37-re megyek. Kösz. Nincs mit. Kelly ma este bulit rendez egy haveri a hajóján az öbölben. El tudod képzelni? Teli gyomorral, nem? Láttad a meghívót? A javasolt öltözékhez odaírt a búvárruha. Eljössz, ugye? Dolgozom. Ugyan már, Paul, nem itt túlzásba. Így is te vagy a hónap kiválósága. Mit akarsz még? Nem számozott, hanem névre szóló parkolóhelyet. Álmodos csak.
Hé, hey, azért gyere el este. Szia, jó reggelt. Jó reggelt, mosolygós. Boldog szülinapot. Hát eszedbe jutott. Ó, nem csak, hogy eszembe jutott. Ó, de Alison, nem akarom elhinni, hogy ajándékot is vettél. Rendes vagy. Pedig itt van, most már elhiheted, de nem nyithatod ki, csak vasárnap. Jaj, ne várassak. Sajnálom. Hát ez nem szép tőled. És hogy van Kevin? Kevin kitűnően. És John? Bogaras, elviselhetetlen. Na, milyen érzés 30 évesnek lenni? Honnan tudjam? Még csak 29 leszek. Ez nem igaz. De megesküszöm, hogyha kell. Várjunk csak, így fejezed ki a részvétedet? Hát... Visszaadjam. Nem, tarts csak meg, jövőre úgyis 30 leszel, de úgyse fogod elhinni. A te se. Zsóha. Viszlát. Köszi. Szia, szia. Viszlát. Ki főz ma? Perez kapitány, Taylor segít neki. Csak vigyázz a sóval, jó, Perez? Igen, uram. Miért? Diétázik, kapitány. Nem, csak finomítani akarom az érzékeimet. Fura egy foglalkozás egy érzékeny férfinak. Velem ebédel? Úristen, persze. Mit szólnál egy piknikhez? Nagyon jó, rendben, mit hoztál? Oh. Lehet még több ilyen szép napunk, mint a mai? Erre iszom. És legalább fele ennyi éjszaka, amikor nem 11 után érsz haza. Nézd, tudom, hogy a cég legodaadóbb és leghatékonyabb alkalmazottja akarsz lenni. Ez nagyon szép és nagyon jó, Susan, de komolyan fenyegeti életünk legszebb szakaszát. Kezdek azon töprengeni, hogy több időt pazarolunk el, mint amennyit végig alszunk. Tudom, de hát mindketten szeretnénk felépíteni egy szép és gazdag jövőt, és éppen ezt tesszük, nem? Tudod, mit szokott mondani az apám? Mit? Kit érdekel már a temetőben, hogy ki a leggazdagabb? Szóval, túl sokat dolgozol, talán néha én is. Azután észre se vesszük, és mindjárt 65 évesek leszünk. A könyökömön jön ki, hogy anyagi biztonság kell, de vajon mennyi közös emlékünk van? Ez az, nem? Igen. Mert egyikünk szakított rá időt, hogy megszervezze. Egyre könnyebb elveszíteni az időt, Susan. Túl könnyű. Hová tűnik az egész? Ugye ezt hajtogatja mindenki? Mondok valamit. Csináljunk programot a hétvégén. Jó? Emlékezetessé tesszük. Kezdetnek nem is rossz, ugye? Szeretlek. Én is szeretlek. Tudom. ¿Qué pasa, Diego? Semmi különös, hombre. Egy kicsit még csiszolsz a spanyol tudásodon, és megkapod a város kulcsait. Nagyon úgy néz ki. Figyelj, amigo, ki tudná kölcsön adni ma este? Sprinklerek műszerészének? Szia! A két legjobbat kapod, Robertot és Juant. És beszélnek angolul? Ezek éppen nem nagyon. Egész este gyakorolhatod a spanyolt. Remek! Ez nagyszerű, Diego. Na és azt hogy mondják, hogy ne rángassátok a ponyvát, mert még rajta állok. Később még benézek, a főcsapokat még el kell zárnom. Hé, hogyha elzárja a főcsapokat, Spinkler szerelő úr, az én embereim mivel töltik meg a vödröket? Húslevessel? Dave, kellene ma estére még egy takarító. Szereznél valakit? Oké, Gálotta, nem gond. Kösz. Hello! Milyen munkára fogtak be ma este? Nagyon spéci feladat, Carlotta. Kicserélem a villanykörtéket. Hűha! Még jó, hogy elvégezted a főiskolát. Így van.
Jó estét, csak most itt vagyok. Dehogy, reggel 8 óta itt vagyok. Csak ide álltam a kocsival, mert sokáig maradok. Hosszú a nap. Igen, akár a többi. Viszlát. Hello. Úristen, megijesztett. Bocs, nem tudtam, hogy más is van itt. Sajnálom. Semmi baj. Szerintem csak mi vagyunk itt. A legszorgalmasabbak vagy a legfiébbek. Maga Paul, ugye? Személyesen. És maga Susie? Maga túlórázik? Na igen, de néhány órán belül kész leszek. És maga? Én is. Talán a kijáratnál találkozunk. Történt valami? Téves riasztások. Volt vagy 10 000 ebben a hónapban. Hát, ha beszerelik végre a szpinklereket, egész más lesz. Igen, csak akkor nem lesz semmi dolgom. Jaj, dehogy nem. Elzárjuk a főcsapokat. Vettem. Mindkét főcsap elzárva. Levezetjük a csöveket az 58. emeletre. Mindjárt felmegyek. Rendben. Szia, drágám, én vagyok. Most van 10:05, és mindjárt befejezem. Hivatali munkarend, ugye? 11 körül otthon leszek, akkor találkozunk. Kev, én sokat gondolkoztam azon, amit ma mondtál, és komolyan akarok egy hétvégét. Csinálhatnánk valami egészen különlegeset. Elrepülhetnénk esetleg Bécsbe. Ne, hogy elaludjok, oké? Szia. Kapcsolj már ki!
Hé, Preston! Igen? Nem vagyok biztos benne, de valami baj lehet. A 12-en. Oké, 10:04. Van egy szabad műszerész, aki fölmenne a 12-re, hogy megnézze a füstjelzőket? Igen, itt Teddy, nem vagyok az alaksorban, mindjárt megyek. Köszönöm. Föl kell mennem a 12-re, ellenőrizzen a füstjelzőket. Segítsen valaki! Valaki! Valaki segítsen! Itt Eddi! Segítsen valaki, könyörgök! Eddi! Tűz van az államközi bankban. Gőzír 600. Onnan telefonál? Igen. Az épületből? Onnan. Akkor tudja, melyik kereszteződésnél. Mi a cím? A Hope és a Vízír körút kereszteződésében. Rendben, már is indulunk. Riasztás! Indulás! Riasztás! Riasztás! Fecskendőket indulás az előkészítem! Riasztás! Fecskendőket! Riasztás! 203-as, 4-es és 1-es fecskendő riasztáshoz induljanak. A Vízír és Hope kereszteződéséhez. Vízír és Hope-nál. Pénzügyi osztály. Ó, értem. Köszönöm. Paul? Igen, maga is indulásra kész? A rendészek hívtak. Igen, mi történt? Tűz ütött ki az épület felé. Figyelem! Figyelem! Veszélyben vannak. Tűz ütött ki az épületben. Fuego! Fuego! Siessenek a legközelebbi lépcsőházba. Megismétlem. Tűz ütött ki az épületben. Kérjük, azonnal siessenek a legközelebbi lépcsőházba. Biztonsági szolgálat hallanak engem? Kérjük, azonnal siessenek a legközelebbi lépcsőházba. A személyzet fele nem ért angolul. Kérjük, azonnal siessenek a legközelebbi lépcsőházba. Gyerünk, gyerünk! Marika, ne! Ne a liftez! Most már nem lesz majd. Ne féljetek! Minden rendben. A miért nyílt itt ki? Gyerünk! Beszélben vannak! Tűz ütött ki az épületben! Megismétlem! Tűz ütött ki az épületben! Kérjük, azonnal siessenek a legközelebbi lépcsőházba! Kérjük, siessenek a legközelebbi lépcsőházba! Nincs víz. Micsoda? Mit mondasz? Nincs víz. A főcsapok zárva vannak. Ég az épület. És nincs egy átkozott csepp víz. Én úgyse fogom kibírni. Segíts! Segíts már! Gyere, állj fel, Diego. Gyere, menjünk le. Menjünk lejjebb, jobb lesz. Ott jobb lesz, meglátod. Gyere, menjünk. Ar.
32. emeleten vagyunk. Egyetlen lift sem működik. A lépcsőház tele van füsttel. Kérem, segítsenek! Hallanak bennünket? Segítsenek! Én felmegyek. Megbolondultál. Talán sikerül. Szólj nekik, hogy indulok. Oxigén palack nélkül úgysem fogsz feljutni. Egyes egység a hírközpontnak. Az egész keleti oldal és a déli oldal háromnegyede a 11. és a 12. emeleten ég. További erősítést kérek. És még 5 szivattyút. 5 szivattyú és erősítés. És még 5 háttérparancsnokot. 5 háttérparancsnok. Vettem. Kapitány, a következőket kell tennie. Ossza ketté a szakaszt. Indítsa be a szivattyúkat, a többiek meg menjenek a halba. Értem. A törzs a kereszteződésben lesz. Központnak Sterling parancsnok vége. Riasztás egy felhőkarcoló tűzhöz. A Wilsier és Hope kereszteződésénél. Indulok. Hosszú lesz az éjszaka. Danny? Igen? Isten hozott a Los Angeles-i tűzoltóknál. Gyerünk, fiúk, igyekezzünk! És ekkora füst. Oh. Oh. Susan, az épület közepén vagyunk. Körülbelül 20 perc alatt felérnénk a tetőre. Lefelé át kéne mennünk a tűzön. Egyik irányba se sikerülne. A lépcsőház ajtajai zárva vannak. Igen, ha akarnánk, se jutnánk ki. A lépcsőház olyan lehet, mint egy kémény. Ez azt jelenti, hogy itt ragadtunk, ugye? Jöjjenek! Jöjjenek, sírjenek, szálljanak be! Jól vannak? Jól van? Mi történt? Nem csukódik? Nyomja még egyszer! Nyomja még egyszer! Miért nem csukódik? Őrség! Őrség! Minden rendben. Vigyék ki az embereket az utcára! Ketten menjenek a csapokhoz! A mentők itt vannak már! Gyerünk, gyerünk, igyekezzenek! Vigyázzanak, kérem! Adják zárva az ajtókat. Ezeket az embereket az egyik garázs kiáraton vezessék ki. Rendben. Van listájuk azokról, akik az épületben tartózkodnak? A biztonságiakról igen. A hivatalnokokról csak ha beírják magukat, vagy jelentik a túlórát. De ez nem jellemző. Oké, lássuk, ami van. Aztán próbálja kideríteni, ki van még fent. Itt van a portáskönyv. Köszönöm.
Hányadik emeletről hívott, uram? A 37-en vagyunk. Két személy a 37. emeleten. Meg tudná adni a melléket is? Igen, 3705-ös. A neveket? Paul David Susan Lowell. Megnézték már, mennyire füstöl a lépcsőház? A lépcsőházon át lehetetlen, megnéztük. Megnéztünk négyet is. Ez a helyzet. Csupa füst a padló körülöttünk. Igen. 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 Jó, értem. Oké. Mit mondtak? Azt mondták, hogy jól tettük, hogy itt maradtunk. És a tűzoltók is az épületben vannak. Nem sokára visszahívnak. Megmondták, hogy mennyire súlyos a tűz? Még nem tudják. Nem kapták meg a teljes jelentést. Vigyekezzetek! Megvan! Mehet! Gyerünk, fiúk! Igazítsd el ott! Közben! Láttál már ilyet? Valaki elszámozta a kulcsot. Billy, középre! Próbáld a tieddel, ha nem megy, betörjük. Értem. Add a csákányt. Húzódjatok félre. Törzs a helyszínről. Alig hall. A 10. emelet rendben. Elindulunk az égő emeletre. Vettem! Erős füst! Nincs tűz! Sterling parancsnok, központnak a 9-esen. Hírközpont, hallgatom! Teljes körképet kérek a helikopter figyelőktől. Sterling parancsnoknak az 1-estől. 1-es, hallgatom. A 12. emeletnél vagyunk, parancsnok. Visszivárok kifelé. A lángok úgy 50 láb magasságra csapnak ki. Valószínűleg emberek vannak a tetőn. Oda megyünk. Értettem. Küldjenek walkie-talkie-kat, amennyit csak lehet. Vízireset vettem. Küldjük. Ez az! Megvan a tűz! Kész vagy? Töblőket bekötni! Gyerünk! Kilences egység! A füstelszívás biztosítása szükséges az oltáshoz! A lépcsőhöz, gyerünk! Siessünk, fiúk! Mi a franc van? Mi történt? Nem tudom! Talán rossz a szelep! Zárd el az egyik tömlőt! Kifelé! Vissza! Indulj! Hadd kapitány a tűzfészekből, hallanak? Törzs, hallgatom! Az égő emeleten vagyunk. Egyre kisebb a nyomás a tömlőkben. Jók a főcsapok? Természetesen. Akkor mi lehet a baj? Nyomás kell! Nincs nyomás a lépcsőházi tűzcsapokban. Ismételje! A maradék vízzel az ajtót hűtjük. Ha kigyullad az ajtó, elszáll az egész lépcsőház.
Störling parancsnok a központnak. Hírközpont, mondja parancsnok. A helyszínen átvettem az irányítást. Vétel! Az Isten legyen velünk. Sérült valaki? Nem, de gyorsan le kell érnem. A főcsapok zárva vannak, és senki se tud róla. Mi van zárva? Nem mehet le. Induljanak felfelé, gyerünk, fent van a helikopter. Igyekezzenek, okay. Gyerünk! Most már nem lesz baj. A világító egységet a halba rendeltük. 10-es és 3-as szivattyú, 9-es szakasz és 4-es raj az oltáshoz. A 9-es és a 10-es szivattyú a vizet biztosítja. Az 1-es is megérkezett. Wilzer helyszín vettem. Próbáltuk megtalálni az okot, de eddig nem tudjuk, mi lehet az. Odafenn van most elég nyomás? Igen, de senki sem tudja, mennyi időre lesz elég. A generátorok is lerobbantak. Nem minden emeleten van áram. Zűrös a helyzet. Hány egység érkezik még? Kértem a hírközponttól, hogy kettőzzék meg a részvevőket, és adjanak még 3 háttérparancsnokot. Újabb 10 mentőkocsi van úton, és a légiőrjárat még 2 helikoptert rendel ide. És civilek vannak még az épületben? Nem, még nem tudjuk biztosan. A hírközpont bejelentést kapott, hogy ketten a 37. emeleten rekedtek. Próbáltuk hívni őket, de nem veszik fel. Tudják a mellékük számát? Igen, Milner tudja. Ki az? Igen, uram. Rendben, a központ próbálkozzon tovább. Hírközpont? Ha nem veszik fel, nem biztos, hogy odafönn vannak. Talán kitörtek, vagy nem jók a vonalak. Nem tudjuk. Na és a liftek? Hány lift van összesen? A portás azt mondja 10. 10. Jó, pontosan térképezzék fel, hol vannak. Most nem használhatjuk, de késznek kell lennünk. Maradhattak emberek a liftekben? Tud valamit? Nem, uram, a hírközpont szerint senki. Próbálja hívni azt a kettőt, a 37. emelet minden mellékén. Értem, uram. Ellenőrizte, a szellőző rendszer működik? Nem, a légkondicionálás este 6-kor automatikusan kikapcsolt. Kérjen a központtól 2 újabb egységet, és még 2 parancsnokot. A 3-asra induljon a tűzhöz. Igen, uram. Küldjenek ide egy mérnököt. Valakit, aki nálam jobban ismeri az épületet. Tudnom kell, miből épült. Meddig bírja, ha nem tudunk gyorsan oltani. Joe Doyle vagyok. A sprinkler rendszeren dolgozunk. Ki kellett kapcsolnunk a főcsapokat ma este. 1 órával a tűzkitörése előtt. Micsoda? A főcsapok most is zárva vannak? Igen, a csövekben maradt vizet használhatják. És ezt miért csak most közli Mr. Doyle? Egy helikopter most hozta le a tetőről. Az épületben voltam. Az 58. emeleten. Még szerencse, hogy kijutottunk. Ha visszamehetnék a csapokhoz, 5 percen belül lenne víz. Kapitány, adjon neki felszerelést. Vigye át a 17-es szivattyúhoz, és mondja meg, hogy álljanak a rendelkezésére. Menjen! Sterling parancsnoknak a 6-os helikoptert. 6-os, hallgatom! A 12. emelet északi oldalán kicsap, és ugyanez várható a 13-on is. Az északi oldalon a legerősebb a tűz. Vettem, 6-os! Kezdjék használni a garázs feljáratot azonnal. Nem akarom, hogy bárki is áthaladjon ez alatt az üvegzápor alatt. Igenis. A idején Reynoso és Powers igazítsa el őket. Évekig fognak mesélni erről az esetről, parancsnok. Igen, de mi lesz a vége?
Jaj, ne. Süket az összes vonal. Valahogy húzatot kell csinálni. Gondolja, hogy sikerül? Hogy menekülhet meg innen egy ember élve? Vigyázzatok, még nincs kész! Valami baj lehet a csapokkal! Lássuk, mi a baj? Hármas raj, menjen a határkapóhoz és fel a tizedikre. Kilences létra raj, az ötállkapóhoz, ugyancsak a tizedik emeletre. A hétvégén lesz a születésnapom. Istenért! Ajándékot kaptam egy barátnőmtől ma reggel. Miért nem nyitja ki? Már gondoltam rá. De megígértem neki, hogy várok a hétvégéig. Biztos valami bolondság. Szerintem csak azért kaptam, mert azt hitte, hogy 30 leszek, és nagyon megsajnált. Maga hány éves? 30. Oh. Igen, túl vagyok a csúcson. És kus vagyok, ami tűzi el. Múr is. Mm.
megpróbálhatnánk újra a lépcsőházat. Nem fog sikerülni. Hát nem tudhatjuk biztosan. Szerintem hiába. Érdemes lenne megpróbálni. Belehallánk, Paul. Ez ennyire egyszerű. Jól döntöttünk. A tűzoltóság is ezt mondta. Persze. Tehát egyetlen dolgot tehetünk. Kitartunk. Fiúk, pokol van odafenn. Ez borzalmas. Ráirányítod a vizet, és a lángoktól gőzél. Még a szemedben is érzed a forróságot. Leszakad a mennyezet, rászakad az ember, de ott kell maradni. Vége a 30 perces légzőkészüléknek, 15 perc alatt. Addig eltelik még egy kis időt. Vigyázzatok nagyon. Ezt nem felejtjük el egy hamar. Vizet is vihetnének, meghalnak a szomjúságtól. Beállítottak egy gyereket. Végre van hírvivő. A rádiók alig működnek odafönn. Szinte felesleges. És eléggé sokáig tart leföl rohangálni az üzenetekkel. Meg fogunk vele birkózni. Várj csak ki a végét. Igazon van, Danny? Ugye, Perez? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, fiúk. De nekem jegyem van a holnapi meccsre. És elhihettitek, hogy ott leszek. Persze. Szia, drágám, én vagyok. Most van 10:05, és mindjárt befejezem. Hivatali munkarend, ugye? 11 körül otthon leszek, akkor találkozunk. Kev, én sokat gondolkodtam azon, amit ma mondtál, és komolyan akarok egy hétvégét. Csinálhatnánk valami egészen különlegeset. Elrepülhetnénk esetleg Bécsbe. Nehogy elaludj, oké? Okay? Szia, Susan! Itt Allison. Ha esetleg még nem hallottad volna, ne gyere be holnap dolgozni. Az épület épp most ég hamuván. Viszlát! Ja, egyébként megnézheted az ajándékot, ha akarod. Több száz Los Angeles-i tűzoltó már több mint másfél órája küzd a város történetének legpusztítóbb tüzével. A lángok martalékává vált a 62 emeletes bankszékház egész 12. emelete. Ez a legmagasabb épület Los Angelesben. Segítsenek. A 37. emeleten regettünk.
helikopter látott valakit az 50. emeleten, jelzett az ablakból. Két helikoptert a tetőre küldtem. Megpróbáljuk lehozni valamelyik lépcsőházon át. Nem fog menni, parancsnok. Abban a szörnyű füstben nem tudnak lemenni érte a lépcső meg vissza. Még 60 perces légzőkészülékkel sem, a friss rajok sem. Meg kell próbálni. És mi van azzal a kettővel a 37-en? Nem veszik fel a telefont, egyiket sem az egész emeleten. Lehet, hogy ott sincsenek. Nem tudhatjuk. Ha megpróbálták valamelyik lépcsőházat, 5 percét tovább, akkor se bírhatták. Akkor még ott lehetnek. És nem hallják a telefont. Az a helyzet, hogy semmit sem tehetünk értük. Most nem. Egy tucat mentőegység várakozik, hogy felmenjen, amint elalszik a tűz. De addig nem. Reynoso, vegy át a 10. emelet irányítását, rendezze el a sorokat. Igen, uram. Maguk pedig figyeljenek ide. Két emelet, a 12. és a 13. leégett, vége. Az egyetlen dolog, amit még tehetünk, lokalizáljuk a tüzet a 14. és a 15. hogy ne terjedjen feljebb. Megértették? Bowers parancsnok, vigye az embereit a 14. Értettem. Lloyd, magája a 16. Ott lesz az utolsó állomásunk. Ha Powers csökkenteni tudja a forróságot az emeletén, jó esély van rá, hogy eloldjuk. Ha nem... Rendben, megcsináljuk. Induljunk. Induljunk. Sok szerencsét. Itt a 6-os helikopter. Az 50. emeletnél megláttunk valakit. Azt hiszem, jól lát bennünket. Itt maradunk. Nehogy azt higgye, hogy megfeledkeztünk róla. Zár az ajtója. Mi van vele? Biztos tiszta benne a levegő. Maga az első, a maga ötlete volt. Nem, jöjjön, kezdje maga. Várjon, várjon, ne nyissa ki. Elkábítja az embert. Tudom. Hány adag lehet benne? Nem elég. Ki a parancsnok? Ő az ott a kocsi. Igen, látom. Köszönöm. Sterling parancsnok? Igen. Viola Reeves. Hivatott. Szerkezeti mérnök vagyok. Hallgatom, Miss Reeves. Tehát. Adott egy 15 éves, 62 emeletes acélszerkezetes épület. Üvegfalai vannak, amelyek egy központi oszlopra épültek. Valószínűleg 1000 fokos tűz terjed, horizontálisan és vertikálisan is. Tudom, hogy ki volt az építész, és magasabb helyeken járatos, mint a csillagosi. Biztos vagyok benne, de ha tartós ez a hőfok, nem megyünk semmire vele. Mondja, Miss Reeves, mi történhet? Az, Sterling parancsnok, hogy az épület ketté törik. Ott, ahol a legmagasabb a hőfok, és a felső 50 emelet törmeléke itt hever majd az utcán. Mekkora ennek a valószínűsége? Azt sajnos nem tudom. Innen nem lehet megállapítani. Csak annyit mondhatok, hogy bekövetkezhet. Nem tudjuk pontosan, hány civil rekedben, és ott van 200 tűzoltó is. Mennyi időn van még, Miss Reeves? Parancsnok, tényleg hisz benne, hogy leküzdheti ezt a tüzet? Innem kell benne. Meg tudja csinálni a következő 2 órában? Azt nem tudom. Mert ha a tűz a 17. emeletet is elhagyja, vége mindennek. Oh.
őrzset hívja Reynoso parancsnok. Hallanak? Mondja, parancsnok. Meg kell duplázni a lépcsőket biztosító csoportokat. Pokolja nehéz a mozgás. És pokolja az űrzavar odafent. Több ezer gallon vizet látok lezúdulni percenként. Nincs világítás. Az elemek kimerültek. Értettem. Hírközpont. Szörnyű a helyzet odafönn, parancsnok. Nekem mondod, fiam. Vigyázzatok magatokra. Veszélyes lehet. Nagyon gyarúsan néz ki. Készüljetek, hát ha ugrani kell. Túl nagy a hőség. A padló bármikor kigyulladhat. Hozzatok ide tömlőket mind a négy lépcsőházból. A parancsnok kiadta, el kell oltani. És mi meg is fogjuk csinálni. Úgy legyen. Kigyulladt. Lép le a padlóról. Gyorsan, siess! Helikopter! Helikoptert hívja a 78-as! A lépcsőház használhatatlan. Lehetetlenség így eljutni az 50. emeleten lévő személyhez. Meg akarjuk próbálni másképp. Jézusom. Szeretnék beszélni egy felelős emberrel. A barátnő még mindig az épületben van, a 37. emeleten. Senki sem mond semmit. Értse meg. Néhány órával ezelőtt beszéltek velük utoljára. Ez mit jelent? Azt, hogy nem tudjuk, hogy elhagyták az emeletet, vagy még ott vannak csak a vonalak. Szóval senki sem próbált oda jutni. Milne? Igen? Sterling parancsnok vagyok, és maga? Kevin Miles. Hadd magyarázzam meg a helyzetet, Mr. Miles, rendben? Minden egyes ember, akit itt lát, 50 kilós felszerelés cipel. Kitűnő erőlétben vannak, de még nekik is beletelik néhány percbe a fel- és lemenetel. A 10. emelet felett légzőkészüléket kell használniuk, mert a lépcsőházat elöntötte a füst. Ha most oda küldenék egy mentőcsapatot, két személyért, akik lehet, hogy ott sincsenek, 27 emeletnyit kellene gyalogolniuk át az égő szakaszon, hogy megkeressék és lehozzák őket 27 emeleten át. Ez 54 percet igényel ideális körülmények között, ha tudják, hova menjenek. És csak 60 percnyi levegőjük van. Minden lehetőt megteszünk, Mr. Miles. A francba! Ez nem igaz. Csak egyszer. Hát ilyet még menő. Még egy ilyen.
Hogy vagytok, fiúk? Isten ilyen. Képzelhető. Nagyon jó. Minden rendben, ugye? Rendben, minden. Hát persze. Jól. Sose legyen rosszabb. Mi a neve, fiam? Baldwin, uram. Hányszor voltál fenn ma este, Baldwin? 4-szer, uram. Van rádiód? Nincs, uram. Tessék, a tied. Mostantól nem mész fel, mellettem maradsz. Rám tapadsz, mint a mágnes. Ha üzenetet akarok küldeni a törzsnek, a hírközpontnak, vagy a helikopternek, vagy az Istennek, te adod le. Megértetted? Igen, uram. Az Istennek mi a hívószáma, uram? Jól meg fogjuk érteni egymást, Baldwin. Tudsz fütyülni, Baldwin? Ha? Fiúk, mindnyájan ember felett itt teljesítettetek ma este, de háziasságból megbuktatok. Úgyhogy ezen a téren teszünk rendet először. Kérem azokat a tűzoltókat, akik ma este még nem voltak fenn, álljanak erre az oldalra. A többiek, a tartalékosok is, menjenek oda. Könnyebb lesz beosztást csinálni. Mostantól nem mehet fel senki, csak ha felváltja egy társát. És Mr. Baldwin, ő az, vezeti a beosztást. Ami azt jelenti, hogy mindenki nála jelentkezik. Megértették? Igen, igen, uram. Igen, uram. Mi ez a kupi a légzőkészülékeknél? Néhányan jöjjenek ide és válogassák szét őket. Két kupacot kérek, az egyikben az üreseket, a másikban a teliket. Baldwin? Igen, uram. Mondja meg a helikoptereknek, hogy ne menjenek túl közel az ablakokhoz. Visszanyomatják a füstöt az épületbe. Fiú, ti hozzatok bontóbaltákat. Ki kell törni ezeket az ablakokat. Csináljatok egy kis húzatot. Túl nagy szelet csaptok. Hívd a törzset. Mondd meg nekik, hogy üvegdarabok fognak lezuhanni. Vigyázzanak a kobakukra. Mondd meg, hogy kellene ivóvíz és gyümölcslé. Meg egy kis kerítésszaggató. Szükségünk van vízre. Hogy eloltassuk a tüzet. Mondom, hogy vízre van szükségünk. Én is gondoltam rá, hogy levelet írok. Igen, akkor miért nem ír? Azért, amért maga sem írt. Nem akarok beletörődni, hogy itt pusztulunk. Még nem vagyok képes búcsúzkodni. Maga házas? Nem. Maga? Nem, de együtt élek valakivel 7 éve. Kevinnek hívják. Csodálatos ember. Hol van Kevin ma este? Biztosan otthon sopánkodik, hol lehetek. Biztosan megint kitalál valamit, amivel meglepet. Gyakran csinál ilyet. Ez kedves. És maga mit csinál? Azt hiszem, a jövőt tervezem.
Istenem, milyen hülye vagyok. Susan, nem hiszem, hogy túl sokáig bírnánk. Mit akar ezekkel a palackokkal? Arra gondoltam, amit mondott, hogy próbáljuk meg a lépcsőházat. Mi a véleménye? A füstös levegő beszivárog a palackba, de megszűri ez a vizes papírtörülköző. Mi meg beszívhatjuk a szűrt levegőt erről a végéről. Így látja? Viccesnek hat. Az első búvárruha is vicces volt. Kipróbálom a lépcsőházban. Velem jön? Paul, ha működik, kijuthatunk. Érdemes megpróbálni, nem? Parancsnok, a tetőn lévő helikopternél le akarnak ereszkedni az ablakmosó kötélzetén az 50-ig, ahol még itt. Van velük valaki, aki ismeri a működését? Nem, nem valószínű. Nem akarok nagyobb bajt, mint ami van. Emlékeztes Driscoll parancsnokot, hogy az egész épületben sérültek a vezetéknek. Mondja meg, hogy a kérését visszautasítom. Igenis, uram. A helikopter még mindig látja azt az embert az 50-ig. Nem, uram, szem előtt évesztették 5 percet. Az Isten így! Mikor fogjuk végre uralni a helyzetet? Egyre feljebb megyünk, de itt sincs hűvösebb. Köteleket kell felvezetni, kapitány. Törjék ki az ablakokat! Talán kiszellőztethetjük ezt a részt! Értem! Ti ketten, törjétek ki az ablakokat! Ha elveszítjük a 16-at, vége mindennek! Mr. Doyle, hogy bírják a főcsapok? Egyelőre jó. Szeretném, ha tudná, hogy a sprinklereket működésbe hozhatom néhány emelettel a tűz felett. Na és ha bekapcsoljuk őket, mi lesz a vízzel, ami az oltáshoz elég? Nem ígérhetek semmit. Az is lehet, hogy nem lesz elég. Nem kockáztathatok. Mi az alternatíva? Hogy eloltjuk a 16-on. És ha nem sikerül? Ha nem, akkor van 5 szakaszom, ők próbálnak oltani. Ennyi az összes tartalékom. Szóval leéghet az épület? Nem, Mr. Doyle, nem fog leégni. Hadd menjek föl, parancsnok. Ki van zárva? Adjon felszerelést és néhány embert. Nem lehet. Beindíthatnánk a sprinklereket a 17-től a 19-ig. Be tudom úgy indítani, hogy az emeleti tűzcsapokra kötöm, de adjon rá engedélyt. Maga civil, Mr. Doyle. Figyeljen rám egy percre, parancsnok. A városban van egy csomó felhőkarcoló, amiben nem szereltek oltózuhanyokat, mert 74 előtt épültek, és nem volt rá rendelet. Ennek az épületnek a tulajdonosai 3 milliót költöttek a rendszerre, pedig senki se kérte tőlük. Parancsnok, az én feladatom a rendszer beállítása. Én vállalok érte kockázatot. Nézze maga, így is többet tett a kelleténél. Hallottam, hogy bent regettek emberek. Legfeljebb egy, talán 3. Szeretnék segíteni, parancsnok. Ide hallgasson, Mr. Doyle. Akkor ne tőlem várjon engedélyt, hogy fölmenjen 5 emelettel a tűz fölé egy bizonytalan cél miatt. Ide hallgasson. Segíteni akar? Megkapja az összes tartalékost.
ellenőrizze, hogy vannak-e megfelelő szerszámaik. De maradjon itt, majd rádión tartják a kapcsolatot. Hagyja, hogy ők csinálják, és legyen határozott. Tessék, már is kezdheti. Oké. Köszönöm. Milner, igen, uram. Felszerelést kell kapnia. Intézkedjék, hogy rendben legyen minden. Mi kellene még? Francia kulcs, emelőrúd és csövek. Megkapja. Központ? Meghívtak egy partira. Mikor? Ma este. Tegnap este. Egy nagy hajóra az öbölben. Őrület, nem? Ott lehetnék most is. Ott kellemes lenne. Egy öbölben, tele vízzel. Istenem, miért nem mentem el? És én miért maradtam? Reynoso parancsnok, hallgatom. Most jött vissza a hármas és négyes egység. Hú, ez kemény volt. Kevés a légzőkészülék. Fel kellene küldeni még 200 darabot. Négy különböző lépcsőházban, négy önálló tűztombol. Egyre kevesebb az emberünk. Ennyire egyszerű. Küldjenek fel több tűzoltót. Vettem, intézkedem. Annyi szert kérünk, amennyit csak lehet, és ahogy megjönnek, embert is küldök. Rendben. Baldwin? Igen, uram. Hívja Perezt és Anderson, menjenek a 14-re, és biztosítsák az emeletet. Igen, uram. Na, gyertek. Megint azt akarják, hogy felmenj. Úgy néz ki. Ti ketten velem jöttök. Várjon! Uram, a rendőr alakulat az egyik helikopterről ki akarja lőni az ablakokat. Megismételni ezt, Milner? Arról van szó, uram, hogy felajánlott a rendőrség, hogy az 50. emeleten kilő néhány ablakot, mert ott van egy személy. És szerintem mind a városi rendőrség, mind a megyei seriffmester lövészei készen állnak. Helikopterek és mesterlövészek, figyelem! Sterling parancsnok beszél. A javaslatot elutasítom. Fegyver használat tilos. Megismétlem. Bármelyik emelet ablakainak kilövését megtiltom. Itt tűzoltás folyik, uraim. Nem pedig filmet forgatunk. Megértettük, parancsnok. Vétel. Újabb lépcsőházat vizsgálunk. Itt nem akkora a forróság. Törzsnek a 9-es szivattyú. Találtunk egy biztonságos lépcsőszakaszt. Kísérletet teszünk az 50. emeleten rekedt személy megmentésére. Futottunk össze korábban. A ma estét megelőzően. Igen. Nem akarok így meghalni. Én sem. Maga szerint meghalunk. Hallotta ezt? Mit? Egy helikopter. Menjenek el! Itt vagyunk! Jöjjenek vissza!
Könyörgök! Segítsenek! Doyle! Mondja, Weiler! A splinkereket beállítottuk! Mit akar még a parancsnok? Mit tegyünk? És Doyle! Legközelebb saját maga szerelgessen! Meg lesz. Szép munka, kapitány. Weiler, készen van, uram! Ha akarja, akár be is indíthatjuk a rendszert. Mi a véleménye, parancsnok? Hát csak végső megoldásként, de majdnem ott tartunk. Egyes emeletek nem bírják ki ennyi víz súlyát. Én is tudom, Miss Reeves. Maga szerint mennyi időm van még? Talán 30 perc. Paul! Paul! Paul, merre van? Élet 30-nál kezdődik. Elszáll az emelet. Hol van Baldwin? Nincs annyi levegőjük, hogy ilyen soká fennmaradjanak. Kapitány! Menjen hamar a 14-re, hívja vissza őket. Menjen, gyorsan, induljanak! Gyere, menjünk! Elfogyott a levegő! Nem! Maradok. Nem hagyom el az emeletet. Inkább hozz segítséget! Balti! Csütörn enne! Nem kapok levegőt! Várj, Danny! Most nem állhatunk meg! Kezdjük visszaszorítani! Segítség kell idefel! Add a tömlőt és gyere utána! Hívja a Lloyd embereit. 9-es egység. Jelentkezzetek. Hallgatom. A parancsnok helyzetjelentést kér.
Iszonyú a füst. És nagy a forróság a 17. emeleten. De nincs tűz. Ismétlem, nincs tűz a 17. Powers parancsnokot. Powers parancsnok. Powers parancsnok. Powers a 11-ese. Ja. Jelentem, Sterling parancsnok terve működik. Fordult a helyzet. A tüzet a 14. és 15. emelet közepére szorítjuk a terv szerint. Mondja meg Lloydnak, hogy tartson ki a 16-on bármi áron. Ettől függ a végső siker. Powers parancsnok, megértettük, vétel. Jelentést kérek a helikopterektől. Igen, uram. Helikopter. A 16. emelet északi része erősen ég, de már nem olyan intenzíven. Nem akarom elkiabálni, de a tűz, mint a csillapodna egy kicsit az alsóbb emeleteken. Hírközpont a törzs meg. Elégedettek az eredménnyel. Doyle? Igen, parancsnok. Bevetjük a sprinklereket. Most! Itt van! Kapitány, foglalkozzon az égő emelet alatt lévő személyekkel. Rátaláltak egy férfira az 50-en, életben van, most hozzák le. Jöjjenek további mentősök, vigyék a bázis emeletre és tartsák ott. Értem. Itt a légirányítás. Hallgatom. Jelentem, a tűz nem csak ki az épület. Ismétlen, nem fenyegeti a tűz a szerkezetet. Értem, légirányítás, vége. Amint lehetséges, küldjenek egy csoportot a 37. emeletre az ott rekedtek felkutatására. Ellenőrizzék a 16. feletti 5 emeletet, átterjedte a tűz. Igen. Az épület többi részét 5 emeletes blokkokra osztjuk. Egy-egy csoport kap 5-5 emeletet. Küldjenek embereket minden egyes liftaknához. Ha emelet között rekedt volna a lift, törjék át a falat. Meg kell találni és felfeszíteni. Igen, uram. Remélem, hogy üresek. Thank you.
Itt kell lenniük valahol. Itt van egy nő. Itt van, nézd! Tedd rá a maszkot. Így. Fektessük a padlóra. Lélegezzen. Egyedül van idefenn? Nyugalom. Nyugodjon meg, jól van. Lélegezzen mélyeket. Magán kívül. Van itt még valaki? Maradj itt vele. Megpróbálom megkeresni a másikat. Mindjárt jobban lesz. Hamarosan kivisszük innen. Engem, uram! Mindjárt jobban lesz. Hívd a törzset! A 9-es felderítő jelentkezik. Hallgatom! Két szemét találtunk a 37. emeleten. Mindketten komoly füstmérgezést szenvedtek. Azonnal lehozzuk őket. A mentők legyenek készen létben. Vétel! Értem, 9-es, vétel! Oké, hozz segítséget. Vigyük ki innen. Menj a 38-ra, és majd folytatjuk a keresést. Menj már. Megyek. Itt Reynoso. Mondja, parancsnok. Ott van Sterling. Mondja, Reynoso. Itt van Powers és Lloyd. Meg egy rakás fickós tűzoltó, akik ma se hagyták ott a fogukat. Az én órámon hajnali 2:19 van, a dicsőség a magáé. Minden érdekeltnek. A parancsnok az oltást befejezetnek nyilvánította 2:19-kor. Parancsnok, minden személyliftet ellenőriztek, senkit sem találtak. Hál' Isten. De egy halálesetet jeleztek. Az épület egyik műszerésze a szolgálati liftben égett a 12-en. Oh. Parancsnok, elnézést! Hé, maga! Hé! Megtalálták. Mindjárt lehozzák. Jól van. Hát mindketten sok füstöt nyeltek, de élnek. És hová hozzák őket? Pont ide, de még eltart egy ideig. Igen, beletelik egy kis időbe 37 emeletet lesétálni, ugye? Így van, minden rendben lesz. Oké, kösz. Nincs mit. Susan. Túl fiatal lettem volna hozzá. Köszönöm.
Parancsnok, kiszámoltam az omlást. Körülbelül erre a helyre zuhant volna. Szép munka volt. Köszönöm. Gondoltuk párszor az életünket, ahogy fent kinézett a helyzet. Maga volt a pokol, tudja? A lépcsőházban a füstön semmit nem lehetett látni. Igen, én. Jól van, fiúk, a vendégeim vagytok. Reggel 7-kor kosáredzésem van. Ez meg mit csinálom? Biztos elkéri a Pipi telefonszámát. Köszönöm, hogy velünk maradt. Szükségünk volt magára, Mr. Doyle. Hívjon fel, ha ennek vége, parancsnok. Vendégem egy vacsorára, és felidézzük a ma esti történetet. Nagyon szívesen. E tűzeset kapcsán Los Angeles városának építésügyi törvényét megváltoztatták. A városi önkormányzat olyan szabályzatot fogadott el, amelynek alapján új tűzvédelmi rendszert vezettek be, mint egy 350 felhőkarcolóban, amelyeket 1974 előtt építettek. A magas lakóházakat azonban ez a rendelkezés sem érintette. Magyar szöveg Hutterer Ingrid, vágó Pál Géza, rendezőasszisztens Gál Erika, hangmérnök Gellén Attila, gyártásvezető Veres Mihály, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Mahír videó stúdiójában készült.